Az átlagbért kereső gyereket nem nevelő dolgozók többet adóznak itthon, mint az uniós átlag, nekik is segíteni kell majd. Erről beszélt Orbán Viktor tegnap a Kereskedelmi és Iparkamara gazdasági évnyitóján. Az egyelőre nem hangzott el, hogy mikortól számíthatnak adócsökkentésre. Természetesen ez csak a 25 év felettiek számára lesz majd érdekes, hiszen a 25 év alattiak január óta attól függetlenül, hogy van-e gyermekük vagy házastársuk, mindenképpen SZIA mentesen kapják a fizetést. Már meg is kaptam az első fizetésedet, ami SZIA mentes. Tamás 24 éves. Szeretne önálló lenni, ezért több mint egy éve dolgozik. Januártól ő is SZIA mentesen kapja a fizetését. A kormány szóvivő egy internetes videóban arról kérdezte, mekkora segítséget jelent neki, hogy a kormány januártól megszüntette a személyi jövedelemadót a 25 év alatti fiataloknak. Önfenntartás volt a cél, most meg ezzel a kis plusszal szeretné félrerakni, és ugye a barátnőmmel, vagy a mennyasszonyommal majd esküvőt gyűjteni. Akkor is a mennyasszonyod volt, amikor legutóbb, akkor gratulálok, de jó. Nem csak a fiatalok anyagi helyzete javult Magyarországon a járvány okozta válság ellenére. 200 ezer forintra nőtt a minimálbér, emelkedett a kulturális ágazatban dolgozók bére és az ápolók fizetése is. Marad-e az új magyar gazdaság, vagy vissza fogunk menni a régi gazdaságba? A választás tétje, hogy marad-e az új magyar gazdaság, vagy Magyarország visszatér a régi gazdaságba. Így foglalta össze a választás tétjét Orbán Viktor szombaton az Iparkamara gazdasági évnyitóján. A kormányfő úgy fogalmazott, idézem, a kihívóink fundamentálisan tagadják mindazt, ami 2010 után történt. Orbán Viktor úgy fogalmazott, a mostani kormány azon dolgozik, hogy a magyar emberek saját tulajdona gyarapodjon. Saját otthonuk legyen, saját megtakarításuk legyen, saját földjük legyen, saját kertjük legyen, saját eszközeik legyenek. A meggyőződésünk, hogy ez nem csak a gazdaságnak jó, hanem azt a kultúrát is erősíti, hogy a dolgokkal és így a saját életünkkel törődni kell. Akinek van valamije, azzal törődni kell. A magyar családok saját otthonhoz jutását számos támogatással és intézkedéssel segíti a kormány. Idén azonban több támogatási forma igénylési határideje lejár, ha nem hosszabbítják meg azokat az áprilisi választás után. A három gyermek után vissza nem térítendő támogatásra alakuló 10 millió forintos szabad felhasználású kamatmentes babaváró hitelt például december 31-ig igényelhetik a fiatal házasok. De ezzel a határidővel ér véget az otthonfelújítási támogatás is, amely akár 3 millió forint támogatást nyújt a gyermekes családoknak. A nagycsaládosok autóvásárlási kedvezménye is kifut az idén, a 2,5 millió forintos támogatást az év utolsó napjáig lehet kérni. 2010 óta megháromszorozódott a családtámogatások összege Magyarországon. Elemzések szerint a jelenlegi támogatásokkal a három gyermekes családok akár 42 millió forint vissza nem térítendő támogatást és 73 millió forint kedvezményes hitelt is kaphatnak. Vagyis összesen 115 millió forinthoz juthatnak. A két gyerekesek összesen 100 millió, az egy gyermeket vállaló szülők pedig 96 millió forintot igényelhetnek.